81. Ferencváros-Debrecen összecsapás következik majd, de nem annyira a múlt, jóval inkább a közelmúlt az, ami számít, hiszen egyetlen egy veresége van a már bajnok Videotonnak ebben az idényben az OTP Bank Ligában, és az egy vereség az pont a Debrecen nevéhez, a Debrecen csapatához fűződik. Nagyjából az öt és felesen egy magasságból egy kicsit talán följebb jön, jár ez a szabadrugás, a rövid oldalra, nagyon veszélyes, még ott pattog a labda, szabadrugás kifelé. Böde feje fölött elszáll, beleért kézzel a ferencvárosi játékos, sárgalap, és hát teljesen jogos sárgalap. Szomália, Varga Roland, de középre, Varga József előtt fölpattan, Böde másodszorra sem tudja Verpecet becsapni. Óriási helyzet volt. Varga Roland a labda mögött. Jól érkezik, Pavlovics góljával vezet a Ferencváros. 1-0. Úgy fejelhetett, mint hogyha nem lenne védelem a kapu előtt. Annyira tisztán és annyira magasra emelkedve, hogy nem volt nehéz dolga. Szép gól. A Fradi többet tett a gólért, vezet is a DVSC ellen. A második szabadrugása veszélyes volt, a harmadik. Végül is Varga Józsi le tudja kezelni, Dibusz óriási védése. Varga szépen lekezelte, el is lőtte, lehet, hogy passzolni akart. Ramirez megint eladja a labdát, és ez a letámadás ez nagyon eredményes, mert nem ízlik a DVSC játékosainak. Lama középre teszi! Varga Roland óriási zicserben volt. Kimaradt, Gera. De figyeljük közben a harmadik ferencvárosi szögletet, Gera. Ott a rövid oldalon nem igazán tudják fölvenni az embert a debreceni védők. Hol Pavlovics, most éppen Gera ért oda, és életveszélyesen csúsztatott a hosszú felső sarok irányába. Lamák le tudja kezelni a Ramireznek, egy picit hosszú, de könnyedén futja be az ekvádori Ramirez, életveszélyesen középre, Gera lábára tolta Verpec, de földbe gyökeredzett Gera lába, annyira meglepte, ami történt. A távolság az 33 méter, Vargának van már 3 bajnoki gólja egyébként a Ferencváros színeiben, ő Győrből érkezett télen, most középre tekeri a hosszú oldalra. Egy nagyszerű fejes, mellé megy, Nalepa lehetett az, minden esetre Varga pontosan ívelt. Böde le tud fordulni Mészáros mellett, előtte marad a labda, Böde tovább viszi keresztbe, Böde még! 11-es reklamálnak a ferencvárosi szurkolók, a játékvezető azonban engedi tovább a játékot. Bódi még mindig. Be tudja tekerni középre, Balog óriási cseh, Balog előtt marad! Hát mit csinált ez a fiatal ember? Nagyszerű volt, hogy visszavette, és Nalepa hátáról ment ki, Dibusz emelkedik közben már, és húzza le a labdát. Nagyszerűen indul be Varga, Varga Roland középre, Rámá előtt elmegy, Böde! Ejha! Óriási mentés volt. Ez a 18. mérkőzése az idényben, 4 gólt jegyzett eddig a 34 éves szenegáli fiú. Utoljára április 18-án volt eredményes a Paks ellen. Kondás Elemér szeretné, hogyha itt május elején is hálóba találna. Dibusz öklöz! Pont Cidibe érkezett, de nem ért még labdához. Mihelics! Cidibe elcsúszhatja Bódi elől! Ajajaj! De ezúttal nem volt lesen, előtte marad a labda. Varga. Lama elcsavarja. Jócskán mellé ment. Ramirez vissza, Gera Zoltán. Megint az ekvádori. Lama irányába. Verpec.
Nagy elő, csak kitúlni tudja. Az oldalvonalon, illetve az alapvonalon kívülre megy a labda. A labda mögött pedig Bódi. Bódi a rövid oldalra, Dibusz fölött gól! Becsavarja Bódi a 89. percben a DVSC egyenlítő gólját. Hát ebben most azért benne van a kapus is. És könnyen lehet, hogy Bódi Ádám pont így szerette volna. 1-1 a DVSC Ferencvárosi vendégjátéka. Ez a végeredmény.